Sziasztok, kockáim, Tomi vagyok, üdvözlök mindenkit ismételten a Stronghold Crusader Extreme-ben. Folytatjuk a hadjáratunkat, 18. részhez érkeztünk, ugye Lionheart nevezetű küldetés, és ugye oroszlán szű ellen fogunk menni. 6000, illetve 24000 aranyakkal, illetve a mapról egy picit beszélni kell. Az egész map abszolút színültig van oroszlánokkal, amit az ő arab kiképző táboraira elég szépen amúgy rá lehet küldeni, de mindegy. Illetőleg neki van kettő darab lovak képzője hátul, ami katapultokat is képez egyben, illetve az arab képzőkből ugye innen jönnek íjászok, innen paritjások, onnan meg gyújtogatók. Úgyhogy egyetlen egy dolgot kell csinálnunk, ami nagyon-nagyon fontos. Körbe kell falaznom az egész várat, amilyen gyorsan csak tudom, és meg kell próbálni valamilyen nagyon durva ekonómiát kiépíteni, így nagyjából 3 másodperc alatt. Ami azért, lássuk be, nem könnyű. Kell vegyünk egy csomó izét. Követ, hogy ezt itt el tudjon falazni, meg így ezt is. Ez nagyon fontos egyébként, hogy ide rakunk egy kaput természetesen, hogy azért tudjanak a népek ki meg bejárkálni, majd egyszer. Ugye itt vannak ilyen őzek, meg nem tudom, abszolút nem lényeges. Így, minél előrébb kell egy torony. Valahogy így, oké. Van pár dolog, ami eszméletlenül fontos, amire most hirtelen van szükségem. Abból az egyik ugye a barak, a másik a mérnök C. Wait a second, ja nem jó. Tehát figyelj, csinálunk 20 darab számszeríjat. Természetesen mérnökökkel egybekötve. A házakat valahova ide tervezem lerakni. Hogyan tud segíteni? Csinálj nekem ilyen pajzsokat, hogy jó? Remélhetőleg elég lesz. Kegyetlen mennyiségű katona fog ránk jönni, erre készüljetek fel. Olyan szinte sok, hogy még nem láttál annyit. Így soha. Érted? Viszont az oroszlánok nagyon jók, mert az arabokat ölik egyfolytában, amint megmozdulnak. Szóval ez így viszonylag biztonságos. Mármint nekünk. Okay. És ennek valahogy így kéne most kinézni. We're leaving now. Attain! Shot! Van ugye 20 darab számszeríjem. Jump to it! De menj bele abba. Shield ready. Shield resighting. Valahogy így. Quick! Ugye természetesen menjenek fel a számszeríjak is, és nagyjából itt van az a pont, hogy megpróbálunk ekonómiát csinálni. Majd mindjárt, hogy az arabokkal nem tudom, hogy állnak, nekem nagyon-nagyon sürgősen le kell romboljam a lovak képzőit, hiszen eszméletlenül durván sok kárt okoznak nekem sajna. Az a balisza viszont ott nagyon jó. Hadd menjenek egyébként, nem kell őket lőni. Ez azt támadják oroszlán szűt, nagyon jó. Ha ezeket megölöm, nem tudja lelőni az oroszlánokat, ergo megeszik az embereit. Ez egy nagyon pici kis taktikai fogás amúgy. Van még egy kevés pénzem. Abból azt fogjuk csinálni, hogy... kell ugyebár of course még egy torony. Ti még oda felfértek bőven. Ez a 8 menjen fel oda, hogy legyen ott is. Rengeteg ilyen pajzsra van szükségem. Oké, és bízunk egyébként a csodában. Rakunk egy darab ilyen lyukat ide. Ezt most még nem kellett volna. Ugyanis, hogy ezek bejönnek, az ez nem olyan jó. Oké,
Shield ready! Shield ready! Shield recycling! Shield ready! Shield recycling! Shield recycling! Oké, okay, emeltek ez itt most jó. De azt, hogy lelőjük az oroszlánokat, az már kevésbé. Próbáljuk még ezeket lerombolni, amilyen gyorsan csak tudjuk. Természetesen nem sikerült. Of course! Miért sikerült volna? Olyan kéne nekem még, hogy arabok. Arabok, illetve vasbánya. Az arabok azért kellnek, mert akarok gyújtogatót. Ugye? Ezt valahova ide rakjuk. Jó, meg kéne még legalább három. Hát ebből csak kettő lett. Mindegy. Ezeket kiírtom én, most tök mindegy. A gyújtogatók azért nagyon-nagyon fontosak, mert amíg a lovagok megpróbálnak ide beérni, addig ugye szerte szétszedem őket. Ezt konkrétan ugye lehet még egy kicsit turbózni ilyen dolgokkal. Nincs abszolút semmink, tehát se pénzünk, se nyersanyagunk, se semmink. Ezért kéne nagyon csúnyán bízni így a... így a szerencsénkben. Meg abba, hogy ezzel sikerül lerombolnom a lovak képzőit. Mondjuk, hogy azok nem jönnek nekem, annak örülök. A katapultokról ugye ne is beszéljünk, hogy az mennyire kellemetlen, hogy így létezik. Hogy állunk kaja ügyileg? Oké, egy picit muszáj vagyok felhúzni az adót, és kéne kő, hogy tudjam őket vezetni egy ilyen kis úton. Oké, várjál. Mennyibe kell, hogy 70-be? Hát, sose lesz annyi. Jó, mindegy. Be tudnak jönni, tehát nincs baj. Meg ugye nem véletlen van ennyi számszeri jászom. Illetve a lovagok is, hogy itt fognak majd elindulni először. Elvileg. Ne kell mondani, hogy azt lőtt, please. Ah, igen. Muszáj vagyok. Azok ott nem maradhatnak. Igen, tehát a gyújtogatókkal az egy kicsit egyszerűbb lesz. Most már azért romboljuk le. Elméletileg meg kéne, hogy oldjam így. Az elvileg az nagyon elvileg amúgy. És itt ott hagytam a lépcsőt, ügyes vagy. Jó, elhozta onnan az izéket, jó? Akkor most van itt a time. Mindenképpen haladnom kell. Holy shit, bazd, de sokan vagytok, hallod? Jó, of course, lag, mindjárt. Na, tehát itt jártunk. Ez véletlen kérlek, hogy telik az idő, igaz? A pajzsok kifejezetten jól működnek, illetve ez a kis halálcucc is. Viszont az, hogy lerombolja az épületeimet, tehát addig nem tudok visszajönni, amíg a lovagjait képzik. Oké, okay, ez a lényeg. Oké. Okay. Ugye az arabokkal már egyáltalán nem lenne problémám. A problémát azok a katapultok, meg ilyen dolgok jelentik. Shit. Nagyon-nagyon gyorsan nyertek vissza, please. A lovak cuccot elméletileg... ez fullon van, fuck. Ez nagyon-nagyon problémás. Viszont nagyon jól működik ez a kis halálút. Nem tudom, figyeled-e? Légy szíves, ezeket ne hozzál onnan, amíg ez nekem kigyűlik. Please, 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 fuck. Gyerünk, 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 gyerünk már. Istenem.
Sikerült, elsőre, király. Már csak egyet kéne túlélni. Hallod? A message from the Lionheart. The desert is a cruel place to fight. Are you sure you have the heart for it? Hallod, az mi már ott? You can count on us. Moving, off, arrows, ready. Vegyétek már azokat ki. Nincs több lovagja. Ugye? Már csak arra kéne valahogy... Jó, hát mondjuk pénzt azt ugye tudunk szedni, tehát... Nem haltam meg a számszeríjaim. Nincs az Isten. Valahogy lőjétek már ki őket, srácok, na már. Hallod? Tehát egy please. Most van az a téma, hogy jól állunk. Oké. Okay. Tök jó, hogy lovagokkal kíséri végig a katapultjait. Nagyon örülök neki. Király. Ja, még az van ott, ha? Az már nem gáz. Ott a pénz! Jó, elég sokat kaptunk amúgy. Ez mind kajára megy, ha visszajönnek a polgárjaim. Te most ez komoly, bazzon! Mehetek már, öljétek meg őket! Jó, de túl sok nem fog maradni. Viszont most ez egy nagyon okos dolog volt, hogy ezeket elhoztam onnan. A message from the Lionheart. War is a dangerous game, my lord. As you are finding out. We're leaving now. Muszáj. Ha számszerű játszom oda fókuszálnak, sosem nyerem meg. Na jó, mindegy. Viszont ez így nem rossz kifejezetten, tehát nagy gond nincs. Oké. Nagyon jó. Ezt a halálutat egyébként továbbfejlesztett verzióra is tudom nyomni, úgyhogy várjál. Megpróbálj egy kicsit hosszabbra. De a lényeg még mindig ugyanaz. A lényeg még mindig az lenne, hogy kell vas. Kell kő. És kell kaja. Teljesen mindegy, hogy milyen, meg honnan kell kaja. Not enough workers available to run this building. Wood needed. Na, nagyjából ez a terv. Annak meg ott el kéne pusztulni. Hát vagy nem. Mindig. Ezt elkövetettem volna pénzzel is, amúgy nyugodtam. Már megírva, hogy nyomják hátul, érted? De egy most már nagyon-nagyon csúnyán várunk a pénzre. Meg reménykedek benne, hogy ezek így beindulnak, meg ilyenek. Oké. Okay. Kifejezetten jól teljesítenek egyébként a számszeríjak, ezt meg kell hagyni. Oh. Azt lőtt, please.
Wood needed. A message from the Lionheart. The desert is a cruel place to fight. Are you sure you have the heart for it? Ugye a tornyot bármikor meg kell javítanom, tehát mindegy milyen áron, meg hogy. Oh shit, what? Fall in! Az ne érdekeljen senkit, hogy azok ott vannak. Where are we going? This'll be easy. Shot! De azért, hogy na. Jump to it. We'll try our best. Ajaj. Ezek nem eshetnek le, mert akkor gáz van. Mondom, vágod. Amint bármilyen termelést tudunk produkálni, elkezdek szépen, hogy hívják ott építeni. Még egy tornyot. Öld már meg azt! Mire várunk? Please, dude! Léci! Már közben ugye kéne coverölni a vasat is. Meg kéne fa is, amúgy. Jó, hát kaját majd max veszünk, vagy nem tudom. Igen, max, tehát... Oh shit, retkes izi arab íjászok, hallod? De legalább állnának meg, vágod? Oké, okay, már kellemesebb. Ne, bántsod már! Shit. It's a rout. Ezt ugye úgy lehetne még kombinálni, hogy még ezzel szembe állítom fel azt az utat, ahol bejönnek. Ez is egy teljesen jó dolog. Ezt eszméletlen hamar meg kéne, hogy oldjam. Hát az a nem olyan egyszerű. Ezt a torony itt, ebben egészen biztos vagyok. It's a rout. Nem, ezt a követ már meghagyom. Nem érdekel az a katapult. Ready, sir. Miért kell ki mindig mondani, hogy a balista a katapultot lője? Please, bro. Ó, már csak egy arabot kéne kibírjak valahogy. Azt hiszem. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó, nincs több instant katonaképzés. Már is könnyebb az életem 3 méterrel. Miért érez készítést arra, hogy azt szétlője? Légy, lőjed már a katapultot. Pusztulj! Hoho! Benne ugye elég sok számszer ilyen szant, tehát nem valószínű, hogy elmennek bárhova. Viszont a toronyra vigyázzuk én alulban. Úgy azt, hogy ne. Csak egy köves trombolt szét, jó. Az elég kellemes, oké. Okay. Ú, mennyi vas ez az. De jó, hát ugye a következő dolog az nyilvánvalóan megkínálom rossz szemszűt egy kis kővel, tehát of course. Jó. Our food stocks are dwindling, my liege. Attain! Shot! Attain! Shot! Ti mind menjetek fel oda.
jump to it! Shield reciting. Shield ready. Shield ready. Okay. Your grace. Manning. Meg ugye off-course-t is. Ezek addig ugye fedeznek. Azt te se gondoltad komolyan, ugye? Éppen időben hallod. Ez még az eléggé mák volt. Hogy volt? Így, ugye? Nyugi, meg lesz a lóadó nem sokára. Ja igen, valóban. Jó, itt már annyira nem félek, hogy átjönnek rajta, vagy bármi. Retek katapult, hallod? Tervem szerint még egy-két ilyen kellemeset rázúdítok, ugye egy kis kőzáport, meg stuff, aztán annyira sok nem fog maradni a várából, ezt garantálom. Várj, maxom van? Nem. Na most már maxom van. Pusztulj! Jó, hát ezen már nagyjából impossible, hogy átjöjjön, tehát... A nagy gáz már nincs. Ready, sir. A message from the Lionheart. Okay. Bravely done. You fight like a man. Hát figyelj ide, oroszlászű srác, hát ez igazából ezt már nem kéne húzni, mit gondolsz? Yes, boss. Ez tulajdonképpen már eldőlt. Amúgy viccen kívül. Itt már most nincs az Isten, hogy ő visszahozza magát. Yes, boss. Recruits needed, sire. Maxon van, ugye? Ja. Várunk ugye még egy-két követ, aztán mikor odaérünk, betörök és megöljük, tehát így igazából ez a terv. Fegyvere sincs már nagyon igazából. Magyarul katonákat sem nagyon tud csinálni, úgyhogy, ja, ez a helyzet. Jó. Ezek még mindig borzasztóan idegesítőek amúgy. Viszont azért, hogy a torony magaslaton van, ergo nehéz eltalálni. 60 buzogányosom van, igaz? Jó, hát akkor várunk egy követ, aztán nyomjuk. Itt nem tud mit csinálni egész egyszerűen. Hát nem tudom, én még az egy tízesre beruházok. Hát ha. Abból sose volt még baj, hogy sok buzogányosom van. Yes, boss. Hol a másik? Négy, ja? Igen. Na de 70 darab kis csoda induljon meg erre. És úgy fogunk bemenni, hogy ahogy ide érünk egyből. Oké. Okay. Na nézzük! A message from the Lionheart. Gird your loins, sharpen your steel. Wow. You will soon be. Actually, túlélte, vágod? Az mekkora? Ne kellett volna romboljam a barakkot valóban. De mindegy. Yes, boss. Annyira nem nagy cucc, mert képzünk még másik 70-et így 2 percen belül. Jó, 2 perc az nem igaz, de hamar. És ugye konkrétan lerombolt az egész várát, de várjunk, mind itt van 10 000, az nagyon sok. Hűha, most oda felállították a jaktébusékat, és így minek? Tehát, hogy minek? Oké. Of course, megint lag, akkor na megint jó. Vágunk. 15-ödjére is itt vagyunk ismét. Off
Abszolút nincs semmi baj. Ami átok ül rajtam ezzel a játékkal, én rájöttem. Ott van az. What? Yes, boss. Oké, hogy áll a vára? Hát annyira nem jó. A gazdaság az kezd összeroppanni, úgyhogy nincs baj. Várj, most mennyi? Most 90-nel megyünk rá, ugye? Jó, hát én igazából benne vagyok. Úristen. Oké. Jó, várunk még egy követ, aztán behatolunk. Ez a terv. Jó, hogy abból az a torony, az nem omlott össze teljesen. Várj, most támad, igaz? Fogalmam sincs. Viszont én most megyek ide, úgy döntöttem. Várjál, hát a kihoz az embereit. Na nézzük, mit tudsz Vol 2. Fuck you, buzz. Aj, öcsém, hallod? Ez nem igaz, és buzz begyújtotta az egész izét. Hát, ez nem igaz. Ez ilyen nincs. Istenem, Istenem. Not enough goods. Suicid oroszlán szű. Yes, boss. Amúgy arra jöttem rá, hogy... nem a falat kéne lerombolni, hanem a embereit kéne megölni a toronyba. Lehet jobban járnánk. Következ a max sebesség. Once more onto the bridge. Ja, kajakez. Interesting. What? Not enough goods. Hozzátok már gyorsabban a cuccokat, srácok, please. Our food stocks are dwindling, my liege. Okay. Yes, boss. Weapons needed, sire. Yes, boss. Na jó, van 30, most 70-nel rámegyek megint, és kiírtam teljes mértékben itt a toronyban lévő embereit. 2000 aranya van összvisz, tehát ennek már nem kéne annyira nehéznek lenni. Várjál, a kő még egy picit odébb van azért, és itt fogunk támadni, ugye? Mert ott van olyan ráöntős hoki. Egészségetekre. Igazából mehetünk egyből a kapura is. Aha. Na jó. Ugye? Megvan az! Egészségedre, kedves oroszlán szív. Hú, bazz. Ez nem volt annyira egyszerű egyébként, de... srácok, hát ez lett volna a 18. rész, remélem tetszett nektek, és itt lesztek velem legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!